Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! A Tatai Televízió Tallózó című műsorát látják január 15-én hétfő este. Az elmúlt hét eseményeiből válogatunk Önöknek. Január 8-án hétfő esti híradónkban tudósítottunk az 1945. januárjában kényszermunkára elhurcolt, majd a szovjet csapatok által kivégzett civil lakosokról emlékező tatai rendezvényről, és a Vízkereszt vagy amit akartok című koncertről, melyet a Városi Sportcsarnokban szerveztek. Változások történtek a kéményseprés rendjében, kameránknak a katasztrófa védelem munkatársa foglalta össze a legfontosabbakat, és az álljóga jó voltából már az idősek is ismerkedhetnek a hasznos mozgásformákkal. Magyar Királyi Postafelügyelői Hivatal, Tata, 1945. január 20-25. Hivatalos feljegyzésekből is idéztek a Városházán szervezett megemlékezés résztvevői az 1945-ben történt tragikus események kapcsán. Az áldozatokért gyújtottak gyertyát, az előadások és beszámolók pedig pontos képet festettek a korabeli állapotokról, és arról, mi vezette ilyen kegyetlenségre a visszavonuló szovjeteket. Ez azt is mutatja, hogy milyen információs válság volt ebben az időszakban, és a szovjet csapat töredékek grasszáltak a Gerecse hegyében, ami az ő félelmeiket is jól jelezte. Hát gondoljunk arra, hogy volt olyan csapat, amelyik 10 napig keresgélte az utat, hogy ne essen német hadifogságba, és próbáljon eljutni a számára kijelölt helyre. Valószínű, hogy ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy az alapvető emberi jogokat figyelmen kívül hagyva ezt a sajnálatos eseményt Duna-Szent Miklós határában január 4-én végrehajtották, és hát a civileket, tehát ezt a 26 embert, vagy legalább 26 embert ott a helyszínen nagyon lőtték, és ők maguk pedig próbálták az életüket menteni. A gárda 6 test 7 tisztje később önszántából vetett véget az életének, hogy a német hadifogságot és a kegyetlenségért való számonkérést elkerüljék. A történtek pontos feltárása nem volt könnyű, ma már azonban több összefoglaló írás és kutatás is az utókor rendelkezésére áll. 2014-ben a Helytörténeti Egyesületünk a Szomoni kopjafáról megpróbált összegyűjteni az adatokat. Ezeket az adatokat sikerült úgy kibővíteni, hogy megtaláltuk azokat a családtagokat, akik emlékeztek még arra, hogy mi történt Duna-Szent Miklóson és környékén. Velük vettük fel a kapcsolatot, tőle kaptunk nagyon sok információt, és végül is egy leírást is kaptunk az egyik Duna-almási családtól. Bennünket az mozgatott, hogy mi úgy tudtuk, hogy Szomódia közül 11 embert lőttek ott agyon, és nagyon rövid idő alatt, tehát január 1-én szedték össze Szomódnak a polgárait munkára, és január 4-én már agyonlőtték őket, és ezek a 26 agyonlőtt ember között 11 szomódi volt. A tragédia után néhány hónappal a szovjet csapatok végleg elfoglalták Tatát és Tóvárost, a harcok pedig rengeteg polgári áldozatot követeltek. Vivaldi a Győzedelmes Judit című oratóriumból 2 áriát is hallhatott a közönség Gulyás Mercedes jóvoltából, aki korábban a Tatai Zeneiskola növendéke volt. Sokszínű repertoárral készültek a fellépők az év második legnagyobb zenei eseményére a városban, mely Vízkereszt ünnepéhez kötődik. Beszédében a polgármester azt mondta, akár hívő valaki, akár nem, ez az időszak minden tatai számára fontos jelentőséggel bír. Mindannyian ilyenkor év elején abban reménykedünk, hogy az előző esztendő sok-sok tanulságából rengeteg minden új dolgot fölismerve valami egészen más tudunk elkezdeni ebben az új esztendőben. Most, amikor 2018-at elkezdjük, akkor az kell, hogy működjön bennünk, az kell, hogy erősítsen bennünket, hogy mindaz a kincs, mindaz a szép dolog, mindaz a jó, amit az elmúlt esztendőkben össze tudtunk gyűjteni saját magunknak, a családunknak, a közösségünknek, az országunknak, annak a jónak
a megerősítésére és folytatására van lehetőségünk ebben az esztendőben. Elsősorban otthon, a saját családunkban kell ezt mindannyiunknak megtenni, hiszen akkor van ereje egy nagy közösségnek, ha sok-sok erős családja van. Kívánom a Tatai medence minden lakójának, az egész közösségnek, hogy ezekből az egyéni, belső kis kristály készítési munkálatokból egy olyan szép, szőttes kerekedjék, amely biztosítja a közös reményeink teljesülését, biztosítja ennek az erős közösségnek az összefogását, és biztosítja mindenkinek az egyéni és közösségi életben is azt a bőséget, amely megnyilvánulhat anyagi javakban, de megnyilvánulhat szellemi javakban is. És úgy kezdhetjük szerencsésen itt Tatán is az esztendőt, hogy igazából ebből a szellemi és kulturális jóból töltekezhetünk annak érdekében, hogy mint a jó kicsi manók végezhessük a közös tervek szövegetését. Nem kapnak értesítést a szolgáltatótól, a kéményseprőipari szervtől az ingatlan tulajdonosok. Még korábban egy időpont ajánlatról szóló értesítés érkezett, ettől az évtől az ingatlan használója azt szabadon egyeztetheti a szolgáltatóval. Az országgyűlés 2018. január 1-i hatálya fogadta el az új szabályokat, ami azt jelenti, hogy most már a mai napon is az új szabályok szerint kell eljárni. A leginkább fontos szabályeltérés az az, hogy az egylakásos házakban, amelyek elsősorban családi házak, a kéményseprése az már a lakó külön kérésére fog történni, tehát a kéményseprő nem fog úgynevezett sormunkában kimenni a lakóhoz, hanem ezt, hogyha a lakó kéri, akkor a kéményseprő továbbra is ingyenesen ki fog menni és megvizsgálja a kéményt. Alapvetően a kémények, illetve a tüzelőberendezések felülvizsgálata kétféleképpen történik, attól függően, hogy ez a tüzelőberendezés milyen típusú, lehet szilárd tüzelő, ezt évente kell, tehát a szilárdot évente, és a gáztüzelését azt 2 évente kell felvizsgálni. Hogyha valaki ezt nyilvántartja családi házban, ahol nem kötelező most már a kémények és a tüzelőberendezések felvizsgálata, akkor ezt jól jár el, ha ezt az időtartamot tartja. Az ellenőrzés tehát nem kötelező, de nagyon fontos, a nem megfelelően működő fűtőberendezések ugyanis életveszélyesek. Alapvetően minden tüzelőberendezés használata veszélyes, ezért van az, hogy mi eljárunk az ügyben. Voltak ezzel kapcsolatosan negatív tapasztalatok is. Gyakorlatilag hetente történnek kéménytüzek, ezeknek a megelőzése nagyon fontos. Ennek egy része a kéményseprő vizsgálat, az, hogy a kéményeknek a kéményekben lerakódott szurok vagy korom megfelelő állapotú legyen, ne legyen ott, ne legyen égető anyag, hogy a fűcső megfelelően álljon, hogy a tüzelőberendezés megfelelően működjön, ez mindenkinek a saját jól felfogott érdekének kell lennie, már csak azért is, mert ezek a vizsgálatok, ezek a kéményseprési feladatok, ezek továbbra is díjtalanok, teljesen ingyenesek. Tehát én tényleg arra biztatok mindenkit, hogy saját érdekében, a lakótársainak az érdekében, a család érdekében, a közbiztonság érdekében vizsgáltassa felül továbbra is ezeket a tüzelőberendezéseket, mert itt teljes mértékben meg lehet előzni azt, hogy valamilyen szénmonoxid mérgezés, vagy ne agyisten tűzeset keletkezzen. Csak mi jelenthetjük be a saját tüzelőberendezésünket, kéményünket, illetve arra is mozdulnak a kéményseprők, hogyha mondjuk a szomszéd jelenti be, hogy szerinte veszélyes az a kémény, ami a közelében van. Amennyiben a szomszéd jelenti be, ezt már panaszügynek minősítjük, ebben az esetben is természetesen, mivel eljut hozzánk az információ, hivatalból fogunk eljárni, a kéményseprővel közösen fogunk kimenni ezekre a helyszínekre, és megvizsgáljuk, hogy valóban fennáll-e az a probléma, amit az esetlegesen a szomszéd tapasztalt. Nincs változás viszont a társasházakat és a lakószövetkezeti ingatlanokat illetően, a kéményseprők továbbra is tervezett sormunka keretében a megajánlott időben érkeznek és vizsgálják meg az épülethez tartozó égéstermék elvezetőket. Szépen megemeli a vállát, tudja, lassan. Egyszerű, ám annál hasznosabb mozdulatokra biztatta az időseket Bacsárdi József. Az Ájóga Egyesület célja, hogy energiafeltöltő, gyógyító, regeneráló mozgásgyakorlatokat nyújtson mindenki számára. Az intézmény néhány hónapja vette fel a kapcsolatot az egyesülettel. Elég sok változás történt a napköziben az elmúlt 3-4 hónapban. Nagyon sok új programunk lett, nagyon sok új tagunk lett, aminek én nagyon-nagyon örülök. És várjuk továbbra is a hozzánk érkezőket. Jogánk Bacsárdi Józsefnek hála van, most már ez a 3.-4. hónap, hogy jön hozzánk. Az elején egy kicsit
új újdonságnak számított, de aztán nagyon hamar megszerették a nénik. Ez egy nagyon könnyed mozgásforma nekik, ülve végezzük, bevett gyakorlatokat. Most már úgy veszem észre, hogy a harmadik, negyedik hónap egész jól megy nekik, és nagyon-nagyon várják az érkezésüket. Ketten jönnek, és tényleg nagyon nagy szeretettel fogadják őket, és egyre aktívabbak, és várunk mindenkit erre a mozgásra. Minden hónapban van egyszer, minden programunk 10 órakor kezdődik. Az egyesület már több éve jelen van az egészséggel kapcsolatos rendezvényeken, a szociális területeken is a test és lélek harmóniáját tartják fontosnak. A gyakorlatok ugyan könnyűnek tűnhetnek, összeállításukban azonban arra is ügyelni kell, hogy a mozgásszervi problémákkal küzdők is be tudjanak kapcsolódni. És olyan jellegű mozgások vannak, amit az idősek is meg tudnak csinálni. Ugye az időseknél az a egyik fő probléma, hogy keveset mozognak. Most próbáljuk olyan gyakorlatokat csinálni, ami az emésztést elősegíti. Ha mozgáshiány az emésztés, problémát okoz, és a gyakorlataink olyanok, hogy ezt kiegészítik. Általában sérülteknél is alkalmazzuk ezeket a gyakorlatsorozatokat. Hisz az itt eltanult dolgokat lehet alkalmazni otthon is, hát azért csináljuk, hisz ez nem olyan titkos gyakorlatok, hanem hát mindenki számára elérhetőek, akik eljönnek a mi foglalkozásainkra. Légző gyakorlat, egy kis mozgás, masszírozás, kombináció, és utána egy kis közös beszélgetés, sőt, még van hozzá ima is, ami hozzáfér a jogához. Maga a torna általában 35-40 percet vesz igénybe, célja pedig, hogy ne csak havonta néhány alkalommal, hanem rendszeresen felidézzék az idősek, akár otthon is. A napköziben e hónapban új évköszöntő programmal és lelki nappal is készülnek, továbbá a könyvtár munkatársai közkívánatra előadásokat is tartanak kulturális témákban. Múlt hét kedden számoltunk be önöknek a legújabb elismerésről, melyet a Kossuth tér megújításáért nyert el Tataváros önkormányzata. Január 10-én, szerdán pedig az Eötvös József gimnáziumban szervezett kazinci versenyről láthatták rövid összefoglalónkat. Ezen a napon mutattuk be, miként gyűjtik össze a városban a kidobott fenyőfákat a városgazda munkatársai, és tudósítottunk az év első könyves szerdájáról is. Végül alakulása óta harmadik alkalommal gyűltek össze az Alzheimer Café tagjai, hogy a demenciával élő betegeket és családtagjaikat segítsék. A megújult Kossuth teret 2015. decemberében vehették birtokba a tataiak, tervezője Török Péter, Prima Primissima, Európa Nostra és Ébül Miklós díjas táj, valamint környezetépítész. Főterünk mellett a Bajai főtér rendezése, a Nemzeti Színház parkja és a Holokauszt emlékközpont kertje is a nevéhez fűződik. Dicsérő oklevelet városunk most a Tatai Kossuth tér életre kelt című pályázatával nyerte el, melynek jelentősége, hogy nem csak a helyiek, de a szakma is méltatja azt a munkát, melyet a tér rehabilitációja során végeztek. Ez egy abszolút szakmai díj. Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS hazai tagozata bírálja el a benyújtott pályázatokat és adja ezt a díjat. Évente kerül meghirdetésre. A két kategóriában lehet pályázni, az egyik a városi főterek, városközponti terek, a másik a lakóterületi közterületek kategória. Az idén 10. kerület kapott díjat, dicséretet kapott azt hiszem Nyíregyháza, és hát ebben a két kategóriában bírálják el a dokumentációt, ami hát igazából egy tabló együttes, Tata két tablót nyújtott be, ahol gyakorlatilag a tér életképeit mutatta be rövid leírással. Tehát gyakorlatilag azt kell vizsgálniuk, vagy azt vizsgálják alapvetően, hogy mennyire illeszkedik be a város szövetébe, tehát nem a műszaki megoldás a lényeges inkább, hanem az, hogy mennyire teljesíti be azt a funkciót, ami egy köztérnek kell, hogy legyen. A pályázat célja volt többek közt a meglévő örökség megőrzése, annak bemutatása és továbbfejlesztése úgy, hogy a tér illeszkedjen a társadalmi igényekhez is. A megújulás változást hozott a közösség életében. Én úgy gondolom, hogy nagy változás történt a téren a felújítással, hiszen birtokba vették a tataiak ezt a teret. Én először féltem attól, hogy túlságosan ünnepélyes vagy díszes ez a tér, de ez a gyerekeket abszolút nem érdekli. Tehát ők itt úgy köröznek ezen a kör alakú téren, mint egy versenypályán lennek, aminek én nagyon örülök, hogy nincs bennük semmi feszély, hogy itt most akkor valami ünnepélyesen kellene viselkedni, hanem tényleg mint egy közteret használják. Úgyhogy, és az egyéb rendezvények is azt mutatják, hogy ténylegesen használhatóvá vált a tér.
helyes nyelvhasználat, a jól értelmező közlés hagyományos versenye a Kazinci szép kiejtési verseny. A felmenő rendszerű verseny házi fordulóját rendezték meg ma az 5-ös József gimnáziumban, 20 diák részvételével. A népszerűek a magyar versenyek, persze a szóbeli versenyek egy kicsit nehezebb helyzetbe hozzák a fiatalokat, hiszen idegenek előtt, vagy legalábbis olyan nem osztálytársak előtt, idegen tanárok előtt kell szerepelni, ami azért korlátozza a versenyzőknek a számát, de én úgy gondolom, hogy még ma is népszerű. Látszólag könnyű verseny, mert úgymond csak fel kell olvasni a szövegeket, ugye két szöveget kell, egy hozottat, szabadon választottat, illetve itt kapnak egy idegen szöveget. De pontosan a nehézsége abban áll, hogy az idegen szöveget tudni kell jól értelmezni, mert csak akkor fogják tudni jó hangsúlyozással felolvasni a diákok a szöveget, tehát egyáltalán nem olyan könnyű, mint amilyennek gondolják a hozzá nem értők. Az utóbbi években mindig volt a győri országos döntőben versenyzőnk, és hát több érmet is elhoztak az utóbbi években, és hagyományosan egyébként, mert jó eredményekkel szerepelünk ezen a győri egyáltalán nem könnyű versenyen, ugye ott minden megyéből, illetve Budapestről több diák, határon túliak is szerepelnek, tehát a gimnáziumi kategória a legnépesebb. A versenyre való felkészülés komoly munkát igényel. Az irodalmi szövegek választékos szóhasználata, a többszörösen összetett mondatok bizony okoznak nehézséget a felkészülés során. A magyar tanárnőnk segítségével kiválasztottunk egy szövegrészletet, azt egy pár alkalommal gyakoroltuk, elmondta, hogy szerinte hol, mit, hogyan hangsúlyozzunk, hogyan értelmezzük. Fontos, hogy értelmezzük a szöveget, mielőtt felolvassuk és mielőtt előadjuk, úgyhogy tudjuk, hogy mire is gondolhatott a költő az írás közben. Azt gondolom, hogy a mai világban, ebben a digitális világban, ahol az interneten kommunikálunk, fontos, hogy tudjunk helyesen beszélni, és tudjunk szépen megnyilvánulni, és ez a verseny egy nagyon jó indok erre, miért is kell nekünk szépen beszélnünk, gyönyörű részleteket olvashatunk fel, és ezáltal gazdagíthatjuk a szókincsünket is, mint pedig tényleg beszédben is jobban meg tudunk nyilvánulni. A tudatos fogyasztók közül már sokan földlabdás fenyőfát vásárolnak karácsonyra, ami díszeitől megfosztva később a teraszt vagy a kertet ékesítheti. Számtalan lakásban pedig műfenyőt díszítenek az ünnepekre. A hagyományos módon a karácsonyfából az ünnepek után viszont tovább hasznosítható hulladék lesz tatán. Vízkereszt ünnepétől kezdve, vagyis január 6-ától a zöldjárat útvonalán és ütemezésében szállítja el a Városgazda Kft. A kidobott karácsonyfákat. A vízkereszt ünnepe után tömegében kerülnek ki a fenyőfák a lakásokból, házoktól. Ezeket kérjük szépen, a tatai városgazda úgy tudja legkönnyebben elszállítani, hogyha a kukák környékére rakják a lakók, illetve szelektív hulladékgyűjtők környékére rakják, és innen fogjuk elszállítani a telephelyre. Konkrét idő nincs meghatározva, leginkább ilyenkor vízkereszt utáni egy-két hétben szokták a legtöbben kirakni a fákat. Elsősorban ilyenkor készülünk jobban ezeknek a fáknak az elszállítására, de természetesen, ha később kerül ki, azt is megtalálják a kollégák és elviszik. A fenyőfáknak a sorsa, miután megdaráljuk a fenyőfákat, utána sajtológéppel fabriketet állítunk elő belőle, ezeket szétoszthatjuk az rászorulók részére. Az önkormányzatnál, aki kér segítséget és tüzelő fát kér, végül is a fabrikett is, mint egy eltüzelhető faként ugyanis számít arra, hogy a lakásokba használjuk. Az önkormányzatnál kell igényelni, ott a szociális helyzetre volt tekintettel utalják ki a fát. 2017-es adatot tudom mondani, hogy körülbelül egy olyan 190 fuvar fát vittünk ki a városba, körülbelül 10 mázsa mennyiség kerül egy kiutalással a családokhoz, illetve a rászorulókhoz. A városgazda által összeszedett fák a begyűjtés után nem sokkal az aprítóba kerülnek. A gép hatékony működése érdekében arra kérik a lakosokat, hogy figyeljenek arra, hogy minden dísz távolítsanak el az ágakról, hiszen egy-egy fém darab akár tönkre is teheti a berendezést.
Az év első könyves szerdájának egyik vendége a Moravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület által kiadott Magyar Nevelés Népi Gondolat című könyv szerzője Vért László volt. A könyvben Karácsony Sándor, Németh László, Kodály Zoltán, Márton Áron munkásságát jeleníti meg. A 20. században volt ugye a magyar társadalomban egy hasadás, nagyon szűk, kevés polgári réteg és nagyon sok kiszolgáltatott sorban élő szegény ember. A magyar népi gondolat, népi irodalom ennek a felszámolására törekedett a magyar polgárosodás érdekében, és hát négyüknek a népi gondolatnak a pedagógia összefüggésében volt egy közös nevezője. Hát azt kell megnézni, hogy a mai világban, a mai magyar társadalomban, vagy a társadalom magban, akár a határon túl is, vannak-e kiszolgáltatottságok, amelyeket esetleg az ember tovább örökít utódainak, vannak-e nagy társadalmi különbségek, vagy vannak-e mondjuk az országunktól, országhatároktól messzebb, akár Brüsszelben lévő olyan dolgok, függőségek, amelyek az illetőket meghatározzák. Mert az ő gondolatok akkor erre adtak választ. Amiket ők a két háború között meg a 40-es években felvetettek, azok régi kérdések, de a társadalom fejlődésének a befejezetlensége miatt ezek a kérdések újra termelődtek. A program második felében Márton Áronról készült DVD-t is bemutatták. Hát a film az egy Erdély csillagáron Márton Áron püspökről szól, aki nagyon sok szenvedésen keresztül is ment, de nagyon jó példát mutatott az egész élete folyamán, kisebbségek mellé állt, mindenféle, tehát tényleg egy igazi csillag, akire fel lehet nézni. Nagyon aktuálisak az ő gondolatai, az ő beszédei. A filmbe sikerült eredeti hanganyagokat is belopni. Akkori magnószalagról tudtam azt technikára megoldani, de el volt dugva az oltár alá, mögé, valahova. Nem lehetett akkor elővenni a hanganyagot, ezek a nagy magnószalagok most kerültek elő. Én mostani technikával igyekeztem ezt rendbe hozni, úgyhogy majd technikának is megfeleljen, és film, felirat, minden van, és azt mondták, hogy nincsen mozgófilm a Püspök úrról, és ebben az is van, találtam azt is, és én a Püspök úr is megáld mindenkit. A könyvről és a DVD-ről a Városi Könyvtárban érdeklődhetnek. A februári könyves szerda vendége Simon Márton költő lesz. Az időskori demenciában vagy Alzheimer-kórban szenvedőknek, ezzel a betegséggel érintett hozzátartozóit ápolóknak nyújt segítséget több mint egy éve az Alzheimer Café segítő közösségének klubja Tatán az Énóban. A probléma az ugye már elég régóta felütötte a fejét a szociális területen és egészségügyi területen is, meg ugye a családok is szerintem érzékelik, ahol idős hozzátartozó van. Viszont ugye sem a képzésben, sem ugye szociális területen és egészségügyi vonalon nincs még olyan, aki felkarolná ezt igazából. Azt tapasztaljuk, hogy nincs meg az a háttér még, ahol kapunk olyan segítséget. A Jolász Ágnest, akit hívtunk előadónak, ő már elég régóta él is demens idősekkel, dolgozik is velük, tehát hogy gondozza őket, tehát elég sok tapasztalatot szerzett, és külföldön ugye elég több helyen volt, ahol sokkal inkább támogatóhálót talál ez a betegség, és több mindenben kap segítséget, és valamilyen instrukciót, meg támogatást, és azért hozza ide hozzánk azt, hogy mégis hogyan tudunk hozzá nyúlni ehhez a betegséghez. A klub korábban Tatabányán működött, és azt is a problémára érzékeny civil segítők hozták létre. Tatabányán a személyes érintettség kapcsán indultunk el, illetve megismertem több embert az indulás idején, akik szintén érintettek voltak, és egyértelmű volt, hogy erre nagy igény van. Tapasztalatok elég jók, mert segít abban, hogy kicsit előcsalogassa azokat az embereket, akik eddig nem mertek otthonról kimozdulni és érintettek. Tehát legyenek akár betegek vagy hozzátartozók, de többnyire hozzátartozók jönnek, illetve azért most már vannak úgy, hogy hozzák magukkal a betegeket is. És ők nagyon sok hasznos tanácsot kaphatnak, találkozhatnak sorstársaikkal is, beszélhetnek velük, és ez nagyon fontos, mert akkor nem érzik magukat egyedül, nem gondolnak arra, hogy ez csak velük történhet meg, és ez mindenképpen szerintem egy kicsit erősíti őket ebben a helyzetben. A klub programjaival a megelőzés lehetőségeire is felhívja a figyelmet.
Most a hatékony kommunikáció a téma, a múltkori előadónk, a Telek Erika, aki a homloklebben gyakorlatokról beszélt és bemutatót is tartott, amivel mondjuk akár a jobb és a bal agyféltekét össze lehet koordinálni, és mondjuk akár megelőzésre is jó. A februári előadásunk pedig a Senior Örömtánc lesz, ahol szintén a jobb és bal agyfélteke összekoordinálásával, és egy kis zene, egy kis tánc, egy kis vidámsággal megmozgatja az ember agyát is, meg a testét is. Tehát ez is úgy megelőzésre. Az érdeklődőket minden hónap második szerdáján várják 17 órától az Énóba. Tatai mintára országos szolgáltatást indított a kormány, jelentette be Cibere Károly államtitkár városunkban, és évértékelőt tartotta a Tatabányai Tankerületi Központ a 2017-es esztendő kapcsán. Restaurálási munkálatokat végeznek a Kuni Domokos Múzeum munkatársai, az alkotások többsége az Eszterházi kastélyhoz köthető. Egészségügyi sorozatát folytatva izgalmas témával foglalkozhattak a Magyari Zoltán Népfőiskola tagjai, dr. Pálfi János körzeti orvos tartott előadást. 500-nál is több családnak nyújthat támogatást az otthoni segítség elnevezésű szolgáltatás. Erről beszélt Cibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár ma délután az Eső Emberekért Egyesület bázisán. A szolgáltatás lehetőséget biztosít a tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermekek szüleinek, hogy kimozdulhassanak néhány órára, miközben gyermeküket felkészült szakember felügyeli. A szolgáltatást megelőzte a korábban kidolgozott fecske program, amely eddig csupán 5 megyében működött mintaként az ország 6 különböző szervezeténél. Az Eső Emberekért Egyesület tevékenyen részt vett a program módszertanának kidolgozásában is. Tatán 2012 óta működik nagy sikerrel a szolgáltatás. A család otthonában szakember végzi ezt a szolgáltatást, felügyeli a fogyatékos vagy beteg családtagot, és egyébként a család tagjai élhetik a mindennapi életüket, elmehetnek dolgozni közben, munkát vállalhatnak, vagy kozmetikushoz, színházba, teljesen mindegy, tehát ez nem kritérium a megítélésnél, hogy ő igénybe veszi vagy nem. És ez a 6 év tapasztalat, ami mögöttünk van, mégis azt mutatja, hogy a legtöbb család ilyenkor munkavégzéssel van elfoglalva. Olyan tapasztalatokra tettünk szert, amely azt mutatja, hogy igen, igény van erre az otthoni szolgáltatásra, és azok, akiknek nincsen intézményes ellátásuk, azok nagyon szívesen veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Bizalmi alapon működik, úgyhogy nagyon szoros kapcsolat van a fecske, aki kimegy szakember, és a család között. Tata hihetetlenül összetartó közösség, és ez meg is látszik abban, hogy milyen szervezetek működnek ebben a városban, és azoknak a szervezeteknek a munkáját a város lakói hogyan támogatják, hogyan kísérik nyomon. Az egyik ilyen szervezet az Eső Emberekért Egyesület, aki felkarolták a fogyatékosokat és az ő családjaikat, és ők nekik próbálnak segítséget nyújtani a mindennapi életvitelükhöz. A szolgáltatást a tatai mintára is alapozva terjesztik ki az egész országra. A kormány elkötelezett a fogyatékos emberek életminőségének javítása és a társadalmi integrációk előmozdítása ügyében, és fontosnak tartjuk azt, hogy a fogyatékos embereket, mondjuk gondozó szülők, fogyatékos gyermeket gondozó szülők, azok a családok, amelyben fogyatékos emberek élnek, ne izolálódjanak, ne szigetelődjenek el, ne maradjanak magukra nehézségeikkel, problémáikkal. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy azok a családok, ahol fogyatékos ember él, nagyon sokszor kivannak téve ennek a veszélynek, mert mondjuk a szülők nem tudnak egy órára sem elmenni mondjuk bevásárolni, vagy valamilyen ügyet elintézni, vagy az orvoshoz. Mi pedig fontosnak tartjuk, hogy ezek a családok ne maradjanak magukra ezekkel a problémákkal. Április 1-től indul egy új szolgáltatás, az otthoni segítség, elnevezésű szolgáltatás. Volt előzménye a Kézenfogva Alapítvány által kidolgozott fecskeprogram, és ennek a tapasztalatait fogjuk most rendszer szintűvé emelni, és országosan elérhetővé, hozzáférhetővé tenni valamennyi megyében. A szervezetek február 10-éig nyújthatják be pályázataikat. Egy éve a tankerületi központ fogja össze a megye tanintézményeit. Az eddigi időszak munkájáról, feladatairól és a jövőbeli tervekről is szó volt a témával kapcsolatban szervezett beszámolón.
16. decemberében átvettük az intézmények működtetését az önkormányzattól. Mivel ugye egy nagyon nagy tankerületről beszélünk, ezért 20 önkormányzattal kellett a tárgyalásokat lebonyolítani, és 50 intézménynek a működtetését vettük át. Ezen kívül 6 tankerület olvadt össze egy tatabányai székhelyre. Most azért, hogy zökkenőmentes legyen a feladatellátás és a kapcsolattartás ezzel a sok intézménnyel, ezért nem csak tatabányai székhelyen működik a tankerület, hanem Esztergomban egy irodát működtetünk, Kisbéren pedig egy telephelyet. És megvalósítottunk egy úgynevezett ügyeleti rendszert. Ez azt jelenti, hogy a másik 3 járásban, ahol sem székhely, sem iroda, sem telephely nincsen, ott a héten egyszer ügyeleti rendszert biztosítunk, kimennek helybe a kollégák, és akkor ott helybe tudják az intézményekkel intézni a fontos ügyeket. Nagyon örülünk, és nagyon fontos számunkra, hogy a gyermekeknek olyan körülményeket biztosítsunk az iskolában, amit a 21. század elvár tőlünk, mind infrastruktúrálisan, mind pedig taneszközökben. Tehát ez a fejlesztés, ugye az épület megújul, nagyon fontos, hogy az iskola udvar is megújul. Épül egy új tornaterem, a meglévő tornatermünk folytatásaként. Meg lesz oldva az akadálymentesítés az egész épületen belül, valamint újabb osztálytermek, csoporttermek kialakítására is sor kerül, ami szintén nagyon fontos a csoportbontással kapcsolatban, hogy hatékonyabban tudjuk tanítani a gyermekeket. Megújul természetesen a víz, villany, közmű, csatorna, tehát mindez megújul iskolánkban. Mivel ez egy nagy iskola, ez nyilván nagyon nagy beruházás. És mindemellett, ugye az infrastruktúra mellett nagyon fontos, hogy a taneszközök is megújulnak, szaktantermek lesznek kialakítva. A Tatai Vaszari János Általános Iskola mellett tagintézménye a Jászmin utcai általános iskola is megújul 2018-ban. Több hónapig tartó munkafolyamat egy-egy festmény restaurálása. A Kunidomokos Múzeum több eszterházi portrét is őriz, amelyek helyreállítását Német Anita restaurátor végzi. A grófi családhoz köthető alkotások mindegyike nagy kincs, ezért is szeretnék, ha a jövőben a látogatók is megcsodálhatnák a műremekeket. A Tatai Eszterházi kastély a kastélyprogram részeként hamarosan megújul és kezdetét veszi a rekonstrukció. Mi is csatlakozunk a múzeum műtárgyállománya, a múzeum munkatársai ehhez a programhoz, hiszen a mi gyűjteményünkben is található jó néhány olyan darab, amely az Eszterházi kastélyhoz köthető, ami a kastélyból jutott különböző csatornákon keresztül a Tatai Múzeum gyűjteményébe. Elsősorban a festményeknek a restaurátor munkái kezdődtek meg. Kiválogattuk azokat a műtárgyakat, amik szóba kerülhetnek egy berendezés, egy kiállítási koncepció kapcsán az Eszterházi kastélyban. És úgy gondoltuk, hogy itt az ideje elkezdeni a restaurátor munkát, hiszen az egy időigényes, hosszú és nagyon kényes folyamat. 2016. februártól júniusig tartó időszakban készült a festménynek a komplett restaurálása a díszkerettel együtt. Az összes eszterházi képnek egy előzetes állapot felmérését még 2015-ben elvégeztem, így ennek a képnek csak egy ilyen utólagos ellenőrzése volt, mielőtt elkezdtem a restaurálási beavatkozást. Az állapotfelmérésnél ugye elsősorban szemrevételezéssel, illetve fototechnikai vizsgálatokkal dolgoztam. Szemrevételezésnél gyakorlatilag azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan, mik azok a jelek vagy jegyek, amikből tudunk építkezni, vagy gondolkodni, hogy milyen lehet a képnek a felépítése, rétegszerkezete, akkor vajon milyen pigmenteket használhattak, és hogy ebből kifolyólag milyen vegyszereket tudunk majd a restaurálás során használni. Német Anita restaurátor Eszterházi János portréjának helyreállítását kezdte el a napokban, de számos a családhoz köthető festmény várja még.
Olvasással, keresztrejtvényfejtéssel és beszélgetésekkel is trenírozhatjuk agyunkat, hogy időskorunkra is fiatal maradjon. Többek között erről is szó volt dr. Pálffy János előadásában, aki az agy működéséről tartott előadást a Magyari Népfőiskola szervezésében. Nagyon sok titok van ebben, annyira sok, hogy még az agykutatók is nagyon sok kérdőjelet tesznek fel akkor, amikor az aggyal foglalkoznak, mert az agy egy nagy rejtelem. Most hát ezt mi itt biztos nem fogjuk megoldani, de érdekességek lesznek majd. Hát magáról az agyról, a gondolkodásról, aztán azokról a sejtésekről, aminek alapján kialakulnak azok a dolgok az agyban, amik az embert megkülönböztetik az állattól, tehát a lélek, az érzelem és egyebek. Persze, hát lesznek benne jó tanácsok is, meg hát ahogy szoktuk, megpróbáljuk fiatalítani a saját agyunkat étrenddel, egyebekkel, tehát ez csak a végén lesz majd az előadásnak. Az időseket azért foglalkoztatja, mert benne vannak abban, amiben a fiatalok is majd bele fognak kerülni, tehát a felejtés, a gondolkodás lassulása, aztán a késés, akkor, amikor konkrét dolgokról van szó. A fiatalnak még pörög az agya, az idősebbnek már kevésbé. A fiatal nem is hiszi, hogy meg fog öregedni. Nem beszélve még valamiről, korunk egyik komoly problémája az Alzheimer betegség, ami egy régebben idő előtti elbutulást jelentett, ma pedig már az idős korosztályra is kiterjesztették ezt a betegséget, tehát nagyon sok probléma van vele. Ezért is érdekli az embereket. De hát vannak azért olyan dolgok, amivel ezt lassítani tudjuk, ehhez akarat kell. Egy rakás szokás halmazt kell megváltoztatnunk az életünkbe is, és bízni kell abba, hogy az agy kapacitásában, egy kihasználásában egy végtelen óriási tárház, magyarul nem használjuk ki egész életünk során, még a 10%-át sem annak, amit ki tudnánk, tehát az idős ember az csak látszólag idős, mert az agya fiatal marad abban az esetben, hogyha nem hagyja elpusztulni az idegsejteket, és ehhez pedig állandóan dolgoztatni kell. Január 12-én pénteken országszerte és városunkban is megemlékeztek a magyar hadsereg egyik legnagyobb tragédiájáról, a Doni katasztrófáról. E napon délután a Bláthy Otto szakgimnázium és szakiskola végzős diákjai búcsúztak az intézménytől a szalagavató ünnepség keretében. A Kincses Tata természetismereti túrasorozat szervezői pedig évindító találkozót szerveztek az érdeklődőknek, ahol a 2018-as programot is ismertették. A Doni áttörés a II. Világháború legtöbb áldozatot követelő csatája volt, Magyarország mintegy 200 ezer fős sereget küldött a keleti frontra. 1943. január 12-e és 14-e közt a sereg sorsa megpecsételődött, néhány hét alatt több tízezer magyar katona vesztette életét, vagy esett fogságba a Doni katasztrófában. A tatai megemlékezésen a dandártábornok mondott beszédet. Természetesen a Donnál elhunytak hozzátartoznak a Magyar Honvédség katonai hagyományaihoz. Én úgy gondolom, hogy mindaz a helytállás, mindaz az áldozatvállalás, mindaz a hősi tett, amely az ő nevükhöz, az ő cselekményeikhez kötődik, bármelyikünk számára nagyon fontos erkölcsi, morális és katonai útmutatót jelenthet a saját szolgálatellátásunk során is. Ebben az esztendőben már a 75. sajnálatos évfordulóját ünnepeljük ennek az eseménynek, ami azt jelenti, hogy ez egy kerek évforduló. Ezért nyilvánvaló, hogy kiemelten kell kezelnünk, hiszen, mint már említettem, a hagyományok számunkra rendkívül lényegesek. Azok a magyar katonák, akik a Donnál elhunytak a hazájuktól távol, sokszor nagyon kegyetlen viszonyok között, azok a katonák számunkra abból a szempontból példák lehetnek, hogy nekünk is a mi saját tevékenységünk kapcsán, akár külföldön, akár hazánk határain vagy határain belül, ha feladatot hajtunk végre, mindenképpen áldozatvállalással, felelősségvállalással, és úgy gondolom, hogy a hazaszeretet legmagasabb szintjével kell végrehajtani a feladatunkat. Tata katonaváros, és mint katonavárosnak is kötelessége, annál is inkább, mert a Szent István, harmadik Szent István gyalogezred Fehérvár, annak másik zászlója itt Tatán székelt, és innen indult Vitéz polgár Sándor.
ebbe a háborúba. 970-en indultak, és az érkeztek 72-en. Az ő kezdeményezésükre, a még élők kezdeményezésére gondoltuk arra, amikor a város önkormányzata ezt az emlékművet felállította, hogy kötelességünk minden évben emlékezni a hősökre és áldozatokra. És ettől kezdve, tehát 20 éve már, minden évben itt vagyunk, és a Magyar Honvédséggel együtt, a 25-ös tandárra együtt emlékezünk, és mindazon polgárokkal emlékezünk, akik elestek, sokságba estek, tehát hősökre és áldozatokra, és most már azokra is, akik hazatértek, ezekről szeretnék külön szólni itt is, hazatértek, és attól kezdve együtt emlékeztünk ezekre az eseményekre. Három szakgimnáziumi és három szakiskolai osztály vett ünnepélyes búcsút a Bláthy Ottó középiskolától. Közel 270 végzős tanuló lép ki hamarosan a nagybetűs életbe. A diákok hónapok óta készültek a nagynapra, saját és közös produkciókat is előadtak a tatai edzőtáborban. Hát 37-en vagyunk, döcögősen indultak a táncpróbák, de a végére mindenki sikerült, és minden nagyon jó. Mivel készültetek pontosan a mai napra? Egy osztálytánccal, ami modern tánc, 8-an vagyunk benne, mert nem mindenki vállalta el, de lesz bécsi keringőnk is, ami reméljük, hogy mindenkinek tetszeni fog. Egyfajta megtiszteltetés, mert az iskolámat képviselem ezzel a szallaggal, és mondhatom, büszke vagyok magamra. Mindenképpen maradok szakmán, és utána még nem tudom. Nekem egy hegesztő osztályom van, így az egész osztály, ez nem vegyes osztály, mindenki hegesztő lesz. Ezt az osztályt én úgy örökeltem meg 2016. januárjában, hát azóta vagyunk együtt. Igazából egy jó társasággal kovácsolódtunk, sokan elmentek, ami részben jót tett az osztálynak, részben sajnáljuk ezeket, mert én velük jól érzem magam most már. Azt kívánom, hogy próbáljanak tényleg olyan komolysággal és nem tudom, odaadással készülne vizsgára, hogy ezt kell, ez legyen nekik erejük, legyen kedvük, és tudjanak erre egy kicsit nélkülözni a szórakozást, meg tehát lemondani ezekről a dolgokról, mert tudom, hogy a mai fiatalságnak nehéz ezt megvalósítani, mert túl sok inger éri őket ahhoz, hogy a tanulás fontos legyen számukra, de azt hiszem, hogy ez a fél év, vagy ami még hátra van nekik, ez 2-3 hónap, az még elegendő arra, hogy annyit magukra szedjenek, és a kollégák is annyira segítőkészek, hogy tudjanak annyit fejlődni, hogy egy jó szakmai vizsgát tegyenek. Ami szerintem az életben nekik a legfontosabb lesz, hogy tényleg azokat az alapokat, ami a szakmájukhoz kell, azt elsajátítsák. A Tatai Városközpontban épült malmokat bejáró és a fényes tanösvény bemutató túrák voltak a tavalyi esztendőben a legnépszerűbb kirándulások a Kincses Tata sorozat keretében. Az idei esztendőben több újdonságot is terveznek a szervezők. Rövid, képes visszatekintés után ezekről tájékozódhattak ma délután a természet szeretők az új kajakházban. Általában az a jó megoldás az én tapasztalatom szerint, hogy a jó dolgokat érdemes megőrizni, de mindig újítani is kell, tehát új elemeket, új kirándulásokat is beszervezni. Részben ezen a nyomvonalon haladunk, vagy mondhatom, ezen a nyomvonalon haladunk, tehát van néhány olyan pont, amelyet minden évben megismétlünk, így a fényes tanösvényt és a malmokat, de természetesen új elemeket is keresek itt Tata környékén. Én ebben tudok segíteni, hogy észrevegyük azt a fűszálat is, amely mellett elmegyünk, vagy megbotlanánk, anélkül, hogy lehajolnánk, vagy megnéznénk. Az garantált, hogy havonta egy túrát szervezünk, de azt tapasztaljuk, hogy az alkonyati túrákra van igény, hiszen az emberek azért sötétben egyedül nem nagyon szeretnek mászkálni, tehát próbálunk biztonságos és megfelelő helyet esti alkonyati túrákat is szervezni, úgyhogy a természetet se zavarjuk. Tehát már ezzel bővülhet a túrák sora. Általában már áprilistól, május elejétől, amikor a fülemülék szólnak az éjszakában, akkor kezdődik ez a program, és más egyéb dolgokkal is próbálkozunk. Egyfelől mindig a kutyások mondják nekem, hogy miért nem szervezünk olyan túrát, ahova kutyások is jöhetnek. Ezen is gondolkodni kell, tehát hogy lehet, hogy ez egy külön programrész lesz, amely kifejezetten csak kutyások számára, mert van, aki pedig nem szeretne kutyusok között sétálni, még ha pórázon is van, hiszen nyilvánvalóan ott kell tartani a kutyát.
tehát így is lehet színesíteni, és néhány speciális tematikus túrával is időnként még kiegészíthetjük ezt a havi 12 túrát, tehát azt gondolom, hogy 15-16-20 túra sor kerülhet ebben a rendszerben. Ezen kívül még nagyon sokan szerveznek kirándulásokat, hál' Istennek. Ebben a tatai edzőteremben is megnőtt a sportolni vágyok száma. A leggyakoribb újévi fogadalom, hogy január 1-től bizony változtatunk, egészségesebben, sportosabban éljük majd a mindennapokat. Nem árt azonban szakmai segítséget kérni, a rosszul választott edzésforma ugyanis nemhogy nem használ, de akár árthat is a testnek. A január az mindenképpen ilyen fogadalmas hónap. Az első hónap, vagy a második hónapig szokott egyébként kitartani ez. Még január elején megveszik a havi bérletet az emberek, és utána lejjebb, hogy a lelkesedés. Szerintem, aki először jön edzőterembe, először mindenképpen tájékozódjon arról, hogy milyen funkcionális gépek vannak a teremben, milyen lehetőségek, és először vizsgáljuk meg a gépeket, hogy mi mire való, minek mi a helyes kivitelezése, és semmiképpen ne essünk abba a hibába, hogy nagy súllyal esetleg károsító hatású gyakorlatokat csináljunk, inkább maradjunk a kisebb súlyos gyakorlatoknál, amik biztosabban mennek. Hogy a lelkesedés ne essen vissza, mindenképpen olyan mozgásformát válasszunk, ami élvezetes, örömöt és sikerélményt okoz. Erről már a teremvezetője beszélt. Olyan dolgot csináljunk, amit szeretünk és élvezünk. Ha már rászedjük az időnket meg az energiánkat, akkor olyan mozgásformát találjunk magunknak, amiben tényleg boldogságot és örömet is találunk, nem csak a munka részét. Éppen ezért azt szoktam tanácsolni mindenkinek, hogy próbálja ki minél többféle csoportos órát, vagy próbálja ki a konditermünkben a személyedzési lehetőséget, és ami számára szimpatikus, azt a mozgásformát válassza. Hogyha ez megvan, akkor találjon hozzá egy olyan kollégát, szakértőt, aki mindenképpen segít neki az első lépések megtételében. Az a tapasztalat most már itt sokadik év után, úgy látom, hogy a lendület mindig nagyon nagy, ez nagyon-nagyon fontos, hogy belső kezdeményező készség, hogy ez meglegyen bennünk, viszont nagyon jó lenne konkrét célokat is megfogalmazni, nagyon sok embernél ez nincsen meg, csak van egy olyasmi elképzelés, hogy szeretnék jobban kinézni, egy picikét más ruhák is rám jöjjenek, ilyesmi dolgok, és hiányzik a konkrét, valós megvalósítási út addig, hogy oda eljusson. Na most ebbe tudnak segíteni, azt hiszem, minden edző kolléga, ezért is lenne fontos, hogy hozzájuk forduljanak. Van, hogy maguk a sportolók is tesznek újévi fogadalmat, hiszen a fejlődésben az új sportok felfedezése is izgalmas, motiváló. Céljaim kijutni a VB-re, a Sárkányhajó VB-re, ami most Szegeden az egyesületi VB-ről van szó. Ez nekem egy nagy cél, én ezt szeretném elérni idén. A sport az régóta megy, az tény, az már 17 éve, de a Sárkányhajó az csak május óta megy. Ez nagyon friss, de nagyon megfogott is, és ebben látok életcélt. Minden este át kéne gondolni azt, hogy reggel felkelek, és elkezdem a napos sporton. Ez lehet bármi, de mindenképpen a sporttal kell kezdeni a napot, onnantól kezdve rendületes a nap, én úgy gondolom. Én legalábbis így csinálom, hogy minden reggel egy kis sport, utána sokkal aktívabb a napom. De ezt este mindig meggondolom, hogy mivel fogom reggel kezdeni. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Január 15-én hétfő este a Tatai Televízió Tallózó című műsorát látták. Műsorunk legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezik, de addig is kövessék figyelemmel napi híradónkat. Én szép estét kívánok Önöknek, viszontlátásra!